minden hónapban, hát legalább kétszer jönnek be az asszonyok ebben a dermesztő idegben, mondjuk talán csak két órát bírnak ki ittben, vagy még annyit se. Tehát aztán így lesznek rendszerezve. Hiába a dermesztő hideg, a tolnai karitás csoport tagjai folyamatosan dolgoznak a hozzájuk befutó adományok szétosztásán. Ehhez pedig szépen összehajtogatott, ruhatípusonként válogatott raktára van szükségük. Munka tehát bőven van, és nem volt ez másként 2022-ben sem. Az év elején a nagyon nagy segítségünkre volt a katolikus gimnázium gyerekekkel, tanárokkal, és a családsegítőközpont pedig az ő segítségükkel tudtuk a csomagokat is, a húsvéti csomagokat kiszállítani a rászorulóknak. A közösséget főként idős emberek alkotják, ezért a koronavírus járvány idején némileg nehézkessé vált a jótékonysági tevékenység fenntartása, azt követően pedig a szomszédos Ukrajnában dúló háború is plusz feladatokat adott a civileknek. Nagy esemény zajlott ebben az évben. Ugye először is ami folyamatos munkánk, tehát az élelmiszer és a ruhaosztás és illetve a gyűjtés, és a másik esemény pedig az ukrán háború, ukrán-orosz háború, aminek következtében ide is érkeztek ukrán menekültek, és ez egy újabb feladatot adott nekünk. 22-en voltak itt, de aztán mentek tovább. Maradtak tartósan egy fél évig heten, aztán most már csak egy ukrán menekült van itt a városban. Hát az ő támogatásuk, a segítségüket egy nagyon szép összefogással tudtuk megvalósítani, tehát a polgármesteri hatal, családsegítő és más egyéb általunk jól ismert civil szervezet, akik a más akciókban is közösen szokták a támogatásokat végezni. Ez velük együtt tudtuk tulajdonképpen az ukránoknak gyűjtés tartani, és 2 tonna élelmiszert, illetve takarókat tudtunk elküldeni az ukrán határra. Akik itt maradtak, azokat meg folyamatosan támogattuk. 280 élelmiszercsomagot tudtunk kiadni. Az azt jelenti, hogy 4365 kiló élelmiszert, és ez egy óriási dolog. De azon kívül mi kaptunk az országos karitásztól is, és a pécsi karitászon keresztül burgonyát, almát, kukoricakonzervet, bébiételt, véres cseppet, gyógyszert, tisztítószereket, fertőtlenítőszereket, és ezt mind továbbítottuk a rászorulóinknak. Ruhaneműt is nagy mennyiségben, 1520 kilót osztottunk ki, és ezt havonta egy alkalommal, és alkalmanként, amikor jelezték, hogy nekik szükségük van, akkor tudtuk adni 7636 főt. Az, aki erre berészesült. A ruhaadományok, a tartós élelmiszer és a használati cikkek folyamatosan jól jönnek felajánlásként, de ilyenkor télen, amikor a családok kiadása megnő, a rászorulóknak még több segítségre van szükségük. A csoport mindig nem tud itt tartózkodni, tehát havonta bejelentésre fogadjuk általában a ruhaadományokat. Gyűjtés is ruhából, és az osztás is minden hónapban egy szombati alkalommal van. Ekkor tudjuk a fiataloknak a segítségét igénybe venni, mert hétköznap dolgoznak, és ezért tevődött át ez az alkalom egy hétvégére. A karitás csoport önkéntesei az ünnepek előtt különösen sokat tesznek a helyi közösségért. Nem volt ez másként a tavalyi adventi... A karitás csoport önkéntesei az ünnepek előtt különösen sokat tesznek a helyi közösségért. Nem volt ez másként a tavalyi esztendő adventi időszakában sem. A karácsonyi gyűjtés a vártnál sokkal jobban sikerült, nagyon-nagyon boldogok voltunk. Gyerekek segítettek gimnazistát, és ezért azon kívül nagyon sok helyről kaptunk támogatást, adományt magánszemélyektől, aztán az országos karitász is segített ebben egy kicsit bennünket. Nagyon várták az emberek, mert ugye közbe lépett még ez a
szegénység probléma is, ami sok esetben gondot okoz a családoknak is. Úgyhogy ezeknek folytán tudtunk örömet szerezni. Egyszer a karácsonyi csomagokkal, másrészt pedig a szeretett vendégséggel, ahol 40 rászorulót tudtunk, egyedülálló rászorulót tudtunk egy olyan karácsonyi élményben részesíteni, amely során egy finom ebédet kaptak, és utána pedig egy édességcsomaggal távozhattak.